Összesen 55 kilométer. Jelenleg ilyen hosszú a nyíregyházi kerékpárút hálózat, amelyet az önkormányzat szinte minden évben tovább bővít önerőből vagy pályázati forrásból. Fejlesztés a közeljövőben is lesz, várhatóan Nagykálló, azaz Borbánya felé is vezet majd bicikliút. Mi Borbányáról szoktunk túrázni, és ott is hallottam, hogy a Borbánya-Nyíregyháza szakaszt meg fogják építeni, amit mi nagyon várunk, és nagyon örülünk, hogy most már ott is lesz bicikliút. A tervek és fejlesztések is hozzájárultak ahhoz, hogy a Szabolcsi megyeszékhely idén is megkapta a kerékpárbarát település címet. Nyíregyháza belvárosában hamarosan tovább bővítik a kerékpárút hálózatot, a Szegfő utcát szélesítik egészen négy sávossá, mellette pedig biztonságos kerékpárutat építenek majd ki. Nagyon fontos, egyik legfontosabb szempont, hogy a kerékpárutak összeérjenek, országos hálózattá váljanak. Ha bármikor jön egy kerékpártúr, az a bárhol megy, akkor mindig kerékpárúton tudjon tekerni, ami biztonságos a kerékpárosok számára, ne kelljen az autósoktól félni, ezeknek legyen egy jó minősége, és a kerékpáros biztonságban érezze magát, és jól érezze magát a kerékpáron. A kerékpárút hálózatok bővülése több biciklist vonz a közlekedésbe, ám az autósok vagy az ő figyelmetlenségük sok balesetet okozhat. Ez a felvétel Budapesten készült, a kamera a kerékpáros bukójáról rögzítette az eseményeket. A szürke autós figyelmetlen volt, elsodorta a kerékpárost. Az elsőbségi jog az alapvetően nem óvja meg őket a sérüléstől, tehát egy szintbeli kereszteződéshez érve mindenféleképpen azt óvatosan közelítsék meg, illetve figyeljenek a közlekedésben résztvevőkre. A kerékpárral közlekedőknek a rendőrök azt ajánlják, hogy a kijelölt helyeken közlekedjenek, hiszen a bicikliutakat és sávokat az ő biztonságuk érdekében építették ki. Ahol kerékpárút vagy kerékpársáv került kialakításra, ott az úttesten közlekedni tilos a kerékpárosoknak, ez szabálysértést valósít meg. A KSH a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számát is összegzi. Az adatok szerint 2015-ben több mint 16 ezeren sérültek meg, valamivel több mint 1800 esetben biciklis volt a baleset okozója.